Kicsit más nézőpontja van ennek a részének, a projektnek, ami hozzánk tartozik. Ugye itt a Tamás már rávilágított arra, hogy a jogpontokban egyénileg munkáltatói, munkavállalói problémák, kérdések megoldására kerül sor a munkajog világán belül. A vitarendező szolgálatnak pedig, mert ugye ennek az a neve, hogy munkahogyi tanácsadó és vitarendező szolgálat, ennek a szolgálatnak pedig az a feladata, hogy ezt a társadalmi párbeszédet erősítse Magyarországon, ami ugye a kollektív szereplők között tud a munkavilágában megjelenni. Ez korábban az érdekegyeztetési súlypont mellett zajlott, most pedig ugye ez a munkáltató és a munkavállalói közösségek világába helyeződött át ez a kérdéskör. Tehát a mi partneri körünk azok a munkáltatók és a munkavállalók képviseletében a szakszervezetek és az üzemi tanácsok. Ez nehezíti egy picit ugye a probléma megoldást, hiszen egyénileg munkavállalók nem fordulhatnak a szolgálathoz, viszont általánosságban egy-egy munkahelyi probléma megoldásába tudunk bekapcsolódni. Ez a szolgálat sem előzmény nélküli, mert volt régen is munkahogyi közvetítői és döntőbírói szolgálat, viszont a korábbi szolgálat az nem tudott tanácsokat osztani, és most a eddigi tapasztalatok alapján a statisztika azt igazolja, hogy leginkább ezekre a tanácsokra van szükség. Legtöbbször azt kérik ki az érintettek, hogy egy-egy bizonyos helyzetben hogyan járjanak el, hogyan köthetnek kollektív szerződést, üzemi tanács választásának egyes kérdései tekintetében tesznek fel kérdéseket. Statisztikailag ez úgy néz ki, hogy nálunk 29 ügy volt folyamatban, ami országos szinten jó ügyszámnak számít, tehát nagyságrendben azért messze nem a jogpontos szolgáltatás nagyságáról van szó, és ebből a 29 ügyből egy volt a közvetítés, a közvetítői tevékenység, de ahol közvetítést végeztünk, utána többször kértek tanácsot is, tehát önmagában már ez is igazolja azt, hogy van erre igény. Leginkább ezt a tevékenységet, hogy mi is tudunk tanácsot adni, ezt szükséges népszerűsítenünk, hiszen a vitarendező szolgálat nevéből adódóan legtöbbször az a probléma, hogy azt hiszik, hogy már csak konkrét, elmérgesedett vitahelyzetekben tudunk közvetítői tevékenységet ellátni, de pontosan az a célunk, hogy ezek a helyzetek nem mérgesedjenek el, és ezek a viták ne alakuljanak ki, tehát hogy már a tanácsadás szintjén megoldódjanak ezek a problémák. Ez eddig minden esetben, amikor a tanácsunkat kikérték, sikeres eljárást jelentett, tehát sikerrel zártuk az ügyet, és a tanácsokat felhasználták, a közvetítésünk is sikeres volt. Ami az érdekes, hogy ez talán régiós specifikus sajátosság, hogy többségében munkáltatók fordultak hozzánk kérdésekkel, és nem pedig szakszervezetek. Munkáltatói érdekképviseleti kérdésünk is volt. Szakszervezetektől is érkezett két esetben kérdés, de azért a 29 ügyből túlnyomó részben munkáltatói kérdésekre került sor. Tehát én ebben azt látom újdonságnak, hogy nyitottá válnak a munkáltatók is arra, hogy kapcsolatot építsenek ki, együttműködjenek a kollektív partnerekkel, a szakszervezetekkel, üzemi tanácsokkal. Ez egy új szín szerintem, mert hogy ez én meglátásom szerint összefügg azzal, hogy nagyon sok területen munkaerő hiány kezd kialakulni, és ez egy újfajta kommunikációt vár el a munkáltatóktól is. És ugye ez igazolódik az egyéni jogvitákban, vagy az egyéni jogpontos megkeresésekben is, hogy elsősorban az a lényeg, hogy hogy lehet fenntartani, megtartani, megőrizni a munkaviszonyokat, és itt ez a kollektív szereplők esetében is ugyanígy felmerülő kérdés, hogy hogyan lehetne a munkaerőt megtartani. Ennek ugye egy jó útja a kollektív szerződések által biztosított többletjogosultságok vagy egységes szabályozások, úgyhogy ez az irány úgy látszik, hogy elindult ez a fejlődési irány, és reméljük, hogy a következő időszakban majd arról számolhatunk be, hogy a társadalmi párbeszéd ennek köszönhetően tovább erősödik a régióban és országos szinten a vitarendező szolgálatnak köszönhetően.